A mindenki által csak szexárt könyvnek keresztelt alkotás nagy sikert adatott a szakma és a közönség köreiben is. Éppen ez lehetett az ok, hogy V.K.-Polnás Mária szerkesztő ezúttal a Völgységmúzeumban is közkincsét tette, a megfogalmazása szerint a helyi értékek feldolgozásának módszertanaként is alkalmazható kiadványt. A szerkesztő egyébként gyakori vendég a Völgységmúzeumban. Több mint 30 éves kapcsolat fűz Bonyháthoz, hiszen az előző állandó kiállítás egyik szülőanyja voltam. És azóta is folyamatosan készítek, vagy végzek kutatásokat Bonyhádról, illetve a Völgységről. Tehát rendszeresen meghívnak ide a Bonyházi Múzeumba, ezért mindig nagy örömmel jövök el. Azt gondolom, hogy a szexárd könyv valóban elsősorban a szexárdiaknak jelent érdekességet, fontosságot, viszont módszertanilag szerintem egy olyan kötetről van szó, ami más városok elé is példát állíthat. Ugyanis ez elsősorban tankönyvnek készült ez a könyv, amihez munkafüzetet is készítettünk. Nem azt mondom, hogy olyan egyszerű lett a végére, mint egy tankönyv, de olyan nyelvezettel, ami olvasmányos, érdekes, felkelti az érdeklődők és az olvasók figyelmét, én azt gondolom sikerült ezt így megcsinálnunk, ezt a könyvet így megírni, és talán módszertan szempontjából fontos, hogy ezt itt megmutassuk. Ugyanakkor én ismerem a bonyhádiakat, akiket nem csak saját városuk, hanem a megyeszékhely, illetve más települések is érdekelnek. Talán a pedagógusok figyelmét is fel lehet erre hívni, hogy hogyan is lehetne feldolgozni a helytörténetet, és egy kis segítséget adni ehhez a módszerhez. A másik pedig a könyvkészítésének a módszereiről, illetve a könyvkészítés titkairól is szó lesz, hiszen itt nagyon sok ismerősen van, akik rengeteg könyvet készítettek, de ez műfajilag egy kicsit más. Tehát ebbe egy kis segítséget, ötletet adni, hogy hogyan is kell hozzáfogni, hogyan kell megcsinálni, és hát milyen nehézségekkel és buktatókkal találkozik a szerkesztő menet közben. A Völgységmúzeum egy mozgalmas időszakot zárt a közelmúltban. A múzeumok őszi fesztiváljának számos rendezvénye vonzotta a régmúlt idők iránt érdeklődőket. Ez egy úgymond egy kis fesztivál, ami természetesen most már évek óta van, ez a Múzeumok Éjszakájával együtt a mi kis fesztiválunk. Ez mindig attól függ, hogy mennyi pénz van rá. Tehát egy fesztivált lehet miniben megvalósítani, és lehet, hogyha van rá sok pénz, akkor fesztivállá szélesíteni. Idén nem volt pályázat erre, tehát kevés forrás volt, így egy kis mini fesztiválunk volt. Nem is mindig a szakmai tartalma az, ami esetleg a bonyhádiakat arra készíteti, hogy tömegesebben megmozduljanak, hanem inkább vagy egy szenzációs elem van benne, vagy egy kicsit populárisabb irányba nyitottunk. Szőcs Zoltán megítélése szerint az idei rendezvénysorozatnak két kiemelkedő eseménye volt. Az egyik a Tolna megyei nemzetőrség történetét bemutató időszaki tárlat, míg a másik a Percelek életét bemutató városi séta, ahol a Percelek városának emlékhelyeit látogathatták meg az érdeklődők. A Völgységmúzeum igazgatója reményét fejtette ki, hogy a szexárd könyv elemei, melyek országos jelentőségű történeteket mesélnek el, felkelti a bonyhádiak érdeklődését is. És a szakma számára pedig minta arra, hogyan lehet megmutatni egy város történetét egy kimagaslóan jó monográfia keretein belül.